Ön szerint van-e a szépségnek általánosan elfogadott meghatározása, vagy teljesen egyéni, hogy mit értünk szépség alatt? A szépség általában az emberek 99%-ból pozitív érzéseket vált ki. Ez lehet egy gyönyörű szép virág, egy szép szobor, például egy szép épület, a Taj Mahal, amire az emberek nagy százaléka azt mondják, hogy hú, igen, nem is tudom miért, de ez nagyon-nagyon szép. Ezt próbálták megfogalmazni, illetve az esztétikában egy alapelveket kidolgozni, hogy mégis mi alapján végezzük az arcépítkezést, ez pedig nem más, mint az aranymetszés szabályai. Tehát a szépség az a szín és a forma harmóniája. Amit én tudok csinálni, azt, hogy a formát alakítjuk.